Hamarosan a 2023-as év végére érünk, és azt gondolom, ez megint egy olyan év volt, ami magánszemélyeknek sem, de az önkormányzatoknak sem volt egy egyszerű év. Lehet azt mondani, hogy lassan hozzászokunk, megszokjuk, bár szerintem ehhez nem lehet hozzászokni. Hogyan működött az önkormányzat a 2023-as évben? Hát ugye egyértelmű volt, hogy éveleje az nagyon nehéz volt költségvetést összeállítani. Ez az energiaárak, meg minden, ami volt, látszott, hogy nagy megszorításokat kell eszközölni. Amit kellett, azt megléptük, de ennek ellenére az volt a lényeg, hogy ne dolgozót ne küldjünk el. Tehát az volt, inkább megszorítunk minden, de ne kelljen dolgozót elküldeni. Olyanokat hagytuk, akik elmentek nyugdíjba, azt helyett nem vettünk fel, és így indítottuk az évet. Tehát ez volt az alap elgondolás. De ez mellett még ugyanúgy mentek a beruházásaink. Csak el kell gondolni, hogy az idei évben befejeztük a szennyvíztelepet, ugye az át lett adva, az egy és egy 3 milliárdos, de úgy tudom, hogy valami rámelési kérelem is megy, tehát el fogja érni a nettó 2 milliárd körüli összeget ez. Tehát ez valósult meg, hál' Istennek, ez befolyásolja a falu életét úgy gondolom 50 évre stabilan. Még ha nem is annyira látványos a történet, de a lényeg az, hogy 50 évre megoldja a problémát a településen. Azt is látni kell, hogy Beremenden azért volt szennyvíz hálózat, de Püspökbolyban nem. Hál' Istennek ezt is el lehetett intézni, hogy igazából Püspökbolyban is megoldódjon. Szerencsére nagyon gyorsan rákötöttek, az önkormányzat sokat segített, hiszen a földmunkát bevállalta, és így nagyon gyorsan rákötöttek Püspökbolyba is. Azt lehet mondani, hogy talán egész Beremend Püspökbolyban van 5-10 lakás, ami nincs rákötve. Tehát ezt azt mondom, hogy majdnem 100%-os lefedettségünk van szennyvízből itt Beremedden, ami úgy gondolom nagyon nagy dolog. Befejeztük a paneloknál járdát, hiszen látszott, azt is megcsináltuk. Majd a Novi Szádi út is megvalósult, hiszen a szennyvíz lefektetés után lehetett megvalósítani azt az utat. Ott a lakóknak van újabb kérése, hogy a Novi Szádi út végéről a Magyarbolya felé vezető utat is csináljuk meg. Azon is rajta vagyunk, de azt tudni kell, hogy az nem önkormányzati terület. Ott két terület van, egy gazdasági, egy meg állami. Na most ebbe is elkezdtünk már lépni, de ez idő kell, és utána meg tudjuk pályázni azt is, és meg tudjuk valósítani ott is. Föl is mértük az anyagiakat, de pályázatot kellene ehhez is, és akkor meg lehetne csinálni. Ez volt ott a kívánság. A továbbiakban, az idei évben, ami most talán a legnagyobb, amit készítünk elő, most a sportpályásról már beszéltünk évközben is, most újra ki lett írva, most már van eredmény is, 12 pályázóról tudok, tehát most biztos, hogy lesz érvényes eredmény. Ez hamarosan ki fog derülni, és akkor igazából elindulhat a beruházás. A másik, nyertünk még pályázatot a Hegyalja utcában, méghozzá a jobb oldalon, hogy kifelé megyünk, ott járdát fogunk térkövezni a Magyar faluba. Ott az, most az anyagokat már elkezdtük beszerezni, és ahogy jó idő lesz, ugye el fogjuk kezdeni a járdaépítést. Ez, ami most már tisztán látszik, aztán most lesz megint kiírva majd pályázat a Magyar faluban, amiben napelemre szeretnénk pályázni, méghozzá a rendezvénytermet szeretnénk megpályázni, egy 50 kW-os napelemet. Az önkormányzattal csináltattunk, minden intézményre engedélyünk van, hogy lehessen napelemet föltelepíteni. Ezt beszereztük, amikor volt erre határidő, megléptük, most igazából ezt fogjuk megvalósítani. Ezek a tervek, hogy most azt szeretnénk. A másik nagy pályázatunk a gondozás is, ez a top pluszos, ami van még, ott egy tervezés folyik, ez tavaszra lesz kész, és akkor újból akkor azt is ki lehet írni már közbeszerzésre gyakorlatilag. És akkor az is a tavasz-nyár felé elindulhat a beruházás. Én úgy számolom, hogy évvégére az is kész fog lenni, mind így.
Az elmondottakból akkor az derül ki számomra, hogy bár voltak nehézségek, azért sikerült úrrá lenni ezeken a nehézségeken. És ami a másik dolog, hogy ugye Beremendnek azért még van talán önereje, bár egy picit azért tudjuk, hogy ez is csökkenő tendenciát mutat, de a pályázati forrásokat minél hatékonyabban kell felhasználni, és ez úgy tűnik, hogy sikerül is, hiszen sok-sok pályázatos beruházás valósult meg. Most 2023-nak a végét érjük, ilyenkor szokták mondani, hogy már lassan a fű sem nő, ezen a héten megáll, és akkor egy darabig nem fog nőni, de jön a 2024-es év. Mit lehet várni a 2024-es évről? Van-e valamilyen prognózis, ami előrevetítő, hogy milyen év lesz 2024? Jobb, rosszabb már ne nagyon legyen szerintem. Azért, hogy a fű sem nő, az azért nem igaz, mert úgy van kiírva ez a magyar falus, amiben a rendezvényteremhez akarnánk napelemet, hogy december 12-3 környékétől január 12-ig. Tehát kimondottan erre az évvégi időszakra esik, és most készítjük azt is el. Tehát év elején fogjuk körülbelül beadni, tehát igazából itt munkával fog eltelni egy pár embernek az ideje ebbe valamelyest. A jövő évre gondolva, hogy mi lesz, én úgy gondolom, hogy még a jövő évet nehéznek tartom. Én az elmozdulást a 25-ös évre gondolom, hogy addigra változás lesz. Itt 24-ben előbb-utóbb ugye ez a háború is remélhetőleg vége lesz. Valószínű, hogy ezek jönnek a választások ugye itt az Unióba, Amerikába, hogy ezek befolyásolni fogjanak sok mindent itt a háborúval kapcsolatosan. Remélhetőleg vége lesz minél előbb, mert ennyi ember, ki meghal, ez úgy gondolom nagyon kár értük. Tehát remélhetőleg vége lesz, és utána indul megint a fejlődés jobban. Remélem. A Beremed önkormányzat mindig is híres volt arról, hogy a mezőgazdasági munkákban is élen jár, gyakorlatilag mondhatjuk itt a térségben. Ezzel kapcsolatban mit tudsz nekünk mondani? Az elmúlt években pozitíven gazdálkodtunk, és mindig ezt vissza kell forgatni a mezőgazdaságra. A gépparkunkat úgy gondolom az elmúlt 9 évben nagyjából összeraktuk. Nem azt mondom, hogy nem lehetne még változtatni rajta, modernizálni, de összeraktuk, tehát stabil. Most összegyűjtöttünk több évi pénzt az év közben, és kértünk engedélyt, hogy ezt a pénzt beforgathassuk másba. Konkrétan buszt akartunk cserélni. A régi az 16 éves volt, és 440 ezer kilométerrel. És ezt sikerült lecserélnünk most egy 2 éves buszra, ami úgy néz ki, hogy jól működik, és a következő 10-15 évben meg fogja határozni Beremendnek a szállítását. Ennek a busznak gyakorlatilag a tesztüzeme is megvolt már, hiszen úgy tudom, hogy a nyugdíjasok már voltak Budapesten egy színházlátogatáson. Lehet-e ebben gondolkodni, hogy esetleg ezt rendszeressé tenni? Én úgy gondolom, hogy érdemes lenne, hiszen nagy volt az érdeklődés erre a budapestire is, de én úgy gondolom, nem kell egészen oda elmenni, hanem egy pécsi vagy egy kaposvárit rendszeressé lehetne tenni, mert én úgy vélem, hogy lenne rá érdeklődés. Nyilvánvaló, hogy önköltséges áron összehozni az egészet, de ez most lassan majd szervezés alatt fog lenni. Hogyha mindenki rábólint, hogy menjen ez, én úgy gondolom, hogy érdemes lenne elkezdeni, mert lenne rá igény. Azt gondolom, hogy ezek mindenképpen jó hírek, hogy azért lehet fejlődési pályára állni. Most jön az egyik legszentebb ünnep, a családok ünnepe, a karácsony. Mit kívánsz a beremendieknek karácsonyra? Áldott békés ünnepeket és boldog új évet szeretnék kívánni mindenkinek.